A Timári Optigen Kft. Évelején vehette birtokba új üzemcsarnokát, akkor azonban a létesítmény még körülbelül fele ekkora volt a mostaninak. Egy Európai Uniós forrásból megvalósított fejlesztésnek köszönhetően a korábbi 630 négyzetméteres épületet újabb 538 négyzetméterrel toldották meg. Emellett több új gépet is vásárolni tudtak, így a generál kivitelezéssel és fémelemek gyártásával foglalkozó cég bővíteni tudja termelési kapacitását. A beruházás az a pénzügyminisztérium által kiírt Ginop Plus program keretében valósult meg. 180 milliós összköltséggel, ebből 70%-os támogatási intenzitás, nagyjából 125 millió forint a támogatás, amit kaptunk. Ez nem térítendő támogatás, hanem ez egy feltételesen visszatérítendő, vagy visszanemtérítendő támogatás. Tulajdonképpen itt a következő év lesz az úgynevezett visszamérés éve, amiben nekünk produkálni kell azokat a gazdasági számokat, amik majd megalapozzák azt, hogy mi ezt jóváírhassuk, ezt a támogatást végleges támogatásként. El kellene most jönni, mert fel fog hajolni. Most Vinai Győző, a térség országgyűlési képviselője is kipróbálhatta a cég egyik újonnan vásárolt gépét, így a társaság fémből készült logója is elkészült, amely a csarnokbővítésnek állít emléket. A politikus beszédében hangsúlyozta, a kormány kiemelt figyelmet fordít a kis- és középvállalkozások támogatására, különösen a hátrányos helyzetben lévő régiókban. Ma Magyarországon a kis és közepes vállalkozások adják, vagy foglalkoztatják az emberek kétharmadát. Ez nagyon lényeges dolog a versenyszférában, és azért örülök, hogy itt a Timári Ipari Parkban, amely jó környezet, és tulajdonképpen több cég megtelepült, a versenyképességet tudják javítani, és az Optigen Kft. Több lábon áll, 60 családnak adnak munkát, és ezt sikerül majd megőrizni. A társaságnál jelenleg is folyamatban van napelemes rendszer kialakítása, amelytől azt remélik, hogy csökkenteni fogja a termelésből fakadó költségeket. A cég vezetése abban bízik, hogy az energiaválság és a magas nyersanyag árak ellenére is képesek lesznek arra, hogy legalább megismételjék a 2021-es évet, amelyet 1,3 milliárd forintos nettó árbevétellel zártak.